Mi Hazánk mozgalom már alapításától kezdve deklaráltan környezet- és állatvédő párt. Elítéljük az állatkínzást, letöltendő börtönbüntetést követelünk az állatkínzókra, kiállunk a felelős állattartás mellett. Továbbá véleményünk szerint a haszonállatok levágása csak is méltón, kiméletesen az állatnak a lehető legkevesebb fájdalmat és szenvedés okozva történhet. Nem lehet kivétel, ez alól egyetlen Magyarországon bejegyzett vágó így sem. Az állatok érző élőlények, melyek felesleges fájdalmat, szenvedést okozni nem csak erkölcsi, etikai okból nem szabad. Ám ezt a magyar állatvédelmi törvény is tiltja nagyon helyesen. Érthetetlen, hogy ennek ellenére miért rendelkezik úgy a mai napig az érvényben lévő a vágó állatok leölésének és levágásának állatvédelmi szabályairól szóló 40/2012. Római 12.22 VM rendelet második paragrafus 1-es bekezdése, hogy az egyes vállási előírások által megkövetelt különleges vágási módszereknek vágóhídon átvetett állatok esetén a levágás előtti kábításra vonatkozó előírásokat nem lehet alkalmazni. Amennyiben az eljárás azonnali, teljes tudatvesztés és érzéketlenséget vagy halált okoz. A kóser és a halálvágás mindenféle kábítás nélkül történik. Felesleges szenvedést okozva az állatnak, mely mind állatvédelmi, mind etikai szempontból elfogadhatatlan. Magyarországon azonban a mai napig működnek ilyen módszerek, alkalmaznak ilyeneket a vágóhidak. Állatvédelmi szempontok miatt a Mi Hazánk mozgalom törvénymódosító javaslatot nyújt be a kóser és a halalvágás tilalmának érdekében, és szeretném mindenkinek felhívni a figyelmét arra, hogy ez nem egyedülálló Európában. Az állatok rituális leölése közbeni felesleges szenvedések már több országban is törvényi úton szabtak gátat, többek között Belgiumban, de ide sorolható a Svájc, Dánia, Svédország, Norvégia és még Szlovénia is, ahol egyébként hasonló rendelkezéseket vezettek be. A kóser és halal vágások tilalma harmonizál az Európai Uniós írott joggal és joggyakorlattal is. Ezért szintén arra szeretném felhívni a figyelmet, hogy az állatok leölésük során való védelméről szóló 2009. szeptember 24-i 1099/2009/KE tanácsi rendelet alapján a tagállamoknak van lehetősége szigorítani az állatvédelmi törvényt, és annak alapján tulajdonképpen nemzeti hatáskörben meg is alkothatja a szigorításokat. És ami még nagyon fontos, hogy az európai bírósági gyakorlat is rendelkezik arról, hogy a rituális vágások tilalmazása nem jelenti a vallásszabadsághoz való jog megsértését. A Mi Hazánk mozgalom azt vallja, hogy a magyar állattartás hagyományaival nem fér össze az, hogy a haszonállatokat olyan módon vágják le, hogy felesleges kínzásnak teszik alá, és semmilyen okból a vágás során az állatok felesleges szenvedéseket ne éljenek át. Ezért fogok benyújtani személy szerint én magam egy törvénymódosító javaslatot a parlamentben a kóser és a halalvágás tilalma érdekében.